December 1-e. Országszerte katonai parádékkal ünnepelték meg december 1-ét, Románia nemzeti ünnepét. Bukarestben Klaus Johannis államfő a jövő évi választások fontosságáról beszélt, míg az AUR külön vonatot bérelt, hogy Gyulafehérvárra vigye több ezer hívét. Szuperválasztási év. Forró témát képez a 2024-es választások időpontjának kijelölése. Az európai választások időpontját az Unió határozta meg. A helyhatósági választások szeptemberben várhatóak. A koalíciónak azonban még ki kell egyeznie a parlament és az elnök választások időpontja kapcsán. Brüsszel. Elfogadta az Európai Parlament petíciós bizottsága négy romániai megye tanácselnökeinek petícióját a barna medve populáció túlszaporodása kapcsán. Az ember-medve konfliktusok kezelésére ajánlásokat fogalmaztak meg a romániai hatóságok és az Európai Bizottság irányába. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Nagyszabású katonai parádéval ünnepelték ma a román nemzeti ünnepet a fővárosban. Az eseményen részt vett Klaus Johannis államfő, Mácsel Csolákó miniszterelnök és Nikolai Csuka szenátusi elnök is. A szélsőségesen nacionalista AUR szimpatizánsai Gyulafehérváron vonultak fel. Több mint 2400 katona és belügyi alkalmazott vonult fel, mint egy 150 katonai járművel a bukaresti diadalív alatt a román nemzeti ünnepen. A román hadsereg alakulataihoz mintegy 250 külföldi katona, az országban állomásozó NATO csapatok képviselői is csatlakoztak. A fővárosi diadali fölött repülők és helikopterek tiszteletköröket tettek, a több tízezer résztvevő pedig harci eszközöket bemutató kiállítást tekinthetett meg. A felvonulás után Klaus Johannis a Kotrocsény palotában szervezett fogadáson tartotta meg ünnepi beszédét. Kiemelte, Románia a többi uniós tagállammal együtt az európai értékek mellé sorakozott fel, az ország NATO tagsága pedig biztonságot garantál Románia számára. Itthon elkezdtük a közigazgatás reformját, a digitalizálás útjára léptünk fel, korszerűsítjük a hadsereget, de még sokat tennivalónk, fogalmazott, majd a 2024-es szuperválasztási évre hangolódott rá. 2024 meghatározó év lesz Románia jövőjét illetően, hiszen az európai parlamenti választásokon megválasztjuk azokat, akik remélhetőleg hallatni fogják hangunkat az Unióban. A helyhatósági választásokon dől el, hogy milyen irányt vesznek közösségeink, a parlamenti választásokon dől el, hogyan fog kinézni a kormány, és államelnök választás is lesz. Ennek a választási maratonnak az eredménye határozza meg azt az irányt, amelyet Románia követni fog az elkövetkező években. Megmutathatjuk, hogy felnőttünk ahhoz, hogy részt vegyünk minden egyes választáson egy olyan évben, amikor az 1989-es forradalom 35. évfordulóját ünnepeljük. A nemzeti ünnepen Románia valamennyi nagyvárosában szerveztek ünnepséget. Gyulafehérváron a szélsőségesen nacionalista AUR több mint 6000 tagja és szimpatizánsa vett részt az úgynevezett egyesülés menetén. Az AUR külön vonatot bérelte célból, de többen buszokkal érkeztek. A felvonulók trikolorokkal a kezükben egyesüléspárti rigmusokat skandáltak. Bessarábia Románia, büszkék vagyunk románságunkra, moldvaiak, erdélyiek, munténiaiak, mind románok vagyunk, skandálták. Kolozsváron is felvonulással, nappali tűzijátékkal ünnepelték Románia nemzeti ünnepét. A Deák Ferenc utcán a Bocskai térig tankokkal, szolgálati járművekkel vonultak fel. Zsúfolásig megtelt a kolozsvári Bocskai tér a Románia nemzeti ünnepére szervezett katonai parádéra. A katonai felvonulás előtt elöljárók köszöntötték a közönséget. A katonai járművek mellett szolgálati autókkal is felvonultak, jelen voltak a rendőrség és a tűzoltóság képviselői is. A résztvevők elmondták, nagyon fontosnak találják, hogy minden évben közösen ünnepeljenek. Nagyon fontos volt számomra, hogy részt vegyek, elsősorban azért, hogy megerősítsük az egyesülést, és azért, hogy valóban tudjuk, kik vagyunk és honnan jöttünk. Beszélünk az egységről, beszélünk az előttünk járók küzdelméről, hogy szabadok lehessünk, hogy kifejezhessük magunkat, hogy élvezhessük az életet, a családot. Úgy gondolom, hogy ez egy egyedülálló pillanat, és mindannyiunknak részt kell vennünk. Az ünnepséget piros, sárga, kék nappali tűzijáték zárta, viszont a programok egész nap folytatódtak.
Ellentmondásos nyilatkozatot tett a Nemzeti Liberális Párt elnöke a jövő évi választások kapcsán. Azt mondta, nem tárgyaltak erről a koalícióban, majd rögtön közölte, hogy mégis zajlottak egyeztetések a választások időpontjáról. A koalíciós pártokhoz közel álló források szerint a tárgyalások során a parlamenti és az államelnöki választások időpontja kapcsán alakult ki vita, erről ugyanis nincs egyetértés a felek között. A koalíciós pártok vezetőinek könnyű dolguk van az európai parlamenti választásokat illetően, hiszen az egész unióban ezekre június 9-én kerül majd sor. A liberálisokhoz és a szociáldemokratákhoz közeli politikai források szerint a koalíciós pártok vezetőinek sikerült megegyezniük a helyhatósági választások kapcsán is, és ha beigazolódnak a kiszivárgott információk, akkor ezekre szeptember 29-én kerül majd sor. Újságírói felvetésre Nikolai Csuka Pennelé elnök ellentmondásos nyilatkozatot tett a téma kapcsán. A múlt héten megalakult a kampánycsapatunk, azt, hogy mikor lennének a választások, még elemezzük. Az egyértelmű, hogy nem csak a politikai osztály, hanem minden romániai számára nehéz választási év következik, hiszen négyszer kell az urnák elé járuljanak. Amint tisztázzuk a dolgokat és egyeztetünk a koalícióban a téma kapcsán, kommunikálni fogjuk a döntéseket. Nincsenek feszültségek a koalícióban, mert nem tárgyaltunk erről, vagyis szóba kerültek az esetleges időpontok, és majd az elemzésünk után meghozzuk a döntést. A két párt nem jutott még közös nevezőre a parlamenti és az államelnöki választások időpontja kapcsán, és politikai szakértők szerint ennek a hátterében az áll, hogy a felek az esélyeiket szeretnék megerősíteni az államfői tisztség elnyerésére. Források szerint a liberálisok azt szeretnék, hogy először az államelnöki választásokat szervezzék meg, november 10-én az első, november 24-én pedig a második fordulót, majd a parlamenti választásokra december 8-án kerüljön sor. Ezzel szemben a PSD az államelnöki választások első fordulóját a parlamenti választások napjára időzíteni, mert azzal számol, hogy a mozgósítás a második fordulóba segíti Márcsil Csolákot. A szociáldemokraták egyébként visszautasították azt a változatot, hogy a parlamenti választásokra december 8-án kerüljön sor, azzal indokolva a döntésüket, hogy december 6-án lejár a jelenlegi törvényhozók mandátuma, és alkotmányellenességi aggályok merülhetnek fel. Elismeri az Európai Parlament, hogy Romániában túlszaporodtak a medvék. Elfogadta ugyanis szerdán a romániai hatóságoknak és az Európai Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó jelentést. Elfogadta az Európai Parlament petíciós bizottsága azokat az ajánlásokat, amelyeket a medvével kapcsolatos májusi erdélyi tényfeltáró látogatásán mutattak be számára. Kovászna Hargita, Maros és Brassó megye tanácselnökei még 2019-ben fordultak petícióval a bizottsághoz az ember-medve közötti együttélés problémáival. Májusban az Európai Parlamenti Küldöttség Vince Lóránt RMDSZ-es Európai Parlamenti képviselő kezdeményezésére ellátogatott Romániába, hogy személyesen tájékozódjon a medve problémáról. A szerdai szavazással lezárultak a romániai tényfeltáró úttal kapcsolatos vizsgálatok. Az ajánlásokat megküldik az illetékes helyi regionális és nemzeti hatóságok, illetve az Európai Bizottság számára. A bizottság úgy véli, hogy Romániának olyan törvényeket kell alkotnia, amelyek által a barna medve védelme és a lakosság érdekei összeegyeztethetők, hiszen a medvetámadások emberi áldozatokat követeltek és súlyos károkat okoztak a gazdáknak, fogalmazott Vince Lóránt. Gyakorlatilag itt két felszólítás van, az egyik Románia fele, a másik az Európai Bizottság fele, és mindkettőnek figyelembe kellene vennie az Európai Unió ajánlását, hiszen a vadgazdálkodás, környezetvédelem kompetenciaként megosztott a tagállamok között, és ennek nyomán az Európai Parlament véleménye sokat számít ezen a területen, tehát azt kellene látnunk, hogy lép Románia is, a bizottság is. A jelentés rámutat, hogy a barna medve szigorúan védett állatfaj, a populáció azonban látványosan megnövekedett az elmúlt években. Az is szerepel benne, hogy az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak meg kellene határozniuk a megelőző intézkedések és kompenzáció megfelelő és hosszú távú finanszírozási lehetőségeit, a tagállami hatóságoknak pedig javítaniuk a pénzügyi kompenzációhoz való hozzáférésen. Javasolják ezen felül a károkról szóló uniós szintű információgyűjtést a szükséges intézkedések meghozatalának kiinduló pontjaként. Elítélheti Romániát az Európai Unió Bírósága december 14-én 31 hulladéklerakó lezárásának elmulasztása miatt. Ez azonban nem az egyetlen hulladékkezelési probléma az országban, már a textilek miatt is kongatják a vészharangot.
Mircea Fekete környezetvédelmi miniszter szerint az Európai Unió bírósága december 14-én elítélheti Romániát 31 hulladék lerakó lezárásának elmulasztása miatt. Románia ellen korábban már indult kötelezettségszegési eljárás, akkor is amiatt, hogy a többségében ipari hulladékokat tároló létesítményeket nem számolták fel. A miniszter azt nyilatkozta, az ítélet meghozatala előtt igyekszenek ezek közül néhányat bezárni, hát ha enyhébb büntetést szab ki a bíróság. A hulladéklerakókról még annyit mondott, hogy a megyei rangú városoknak el kellene kezdeniük bezárni ezeket, ha a tároló cella kapacitása eléri a 75%-ot. Az ipari maradványok, úgymond, a kommunizmusból hátra maradt ipari lerakók, amelyekben legtöbbször olyan hulladékok, esetleg veszélyes hulladékok is vannak, amelyek az akkori ipari létesítményeknek az utolsó fosziliái. Ez annak az eredménye, hogy 20, de vagy 30 éven keresztül senki nem a környezetvédelemre koncentrált, hanem a régi ipari területeket lehető leggyorsabban szétvették, eladták, gyárusították mocsavasként, és mondhatják egy legtöbbször beazonosíthatatlan jogi állapotban a maradékot. Ezt a román állam 20 év alatt képtelen volt tisztázni. Hazai viszonylatban azonban nem csak a szeméttárolókkal van gond, újabban már a textilek miatt is kongatják a vízharangokat. A használt ruhapiac ugyanis virágzik, de ezeket a portékákat viszonylag gyorsan ki is dobják, és irdatlan mennyiségű textil hulladék halmozódik fel. Mircea Fekete környezetvédelmi miniszter kijelentette, hogy 2025-től kötelező lesz a textilek szelektív gyűjtése, megjegyezve, hogy nagy mennyiség használt ruha kerül a romániai hulladéklerakókba. Bővül a helyi gasztronómiai ponthálózat, amelyek révén a helyi termelők a saját gazdaságból származó alapanyagokból és italokból készített gasztronómiai termékeket értékesíthetnek. Néhány héten belül a városokhoz tartozó falvakban is létrejöhetnek ilyen egységek. Bővítik a helyi gasztronómia ponthálózatot, jelentette be szerdán az RMDS. A gasztronómiai pontok ötlete még tavaly született meg. Lényege, hogy ezeken a helyi termelők a saját termékeiket értékesíthetik. A saját gazdaságból származó alapanyagokból és italokból készített gasztronómiai termékeket a területre jellemző receptek alapján legfeljebb 15 fő részére készíthetik el és szolgálhatják fel. Gasztronómiai pontokat létrehoz hatnak magánházakban, tanyákon, méhészetekben, borospincékben, halőr és vadászházakban, gomba és erdei gyümölcsgyűjtőközpontokban. Emellett erdészeti irodákban és egyéb olyan vidéki településen lévő létesítményekben is működhetnek, ahol halászattal, vadászattal, betakarítással vagy erdei termékek gyűjtésével kapcsolatos tevékenységet folytatnak. Most sikerült úgy módosítani a törvénytervezetet, hogy a városokhoz tartozó falvakban is létrejöhessenek ezek az egységek. A tegnap megszavazott törvénnyel bővítettük a lehetőségét, hiszen felmerült annak az igénye is, hogy a városokban, illetve a municipiumokban, az ehhez tartozó falvakban is lehessen gasztronómiai pontokat létrehozni. Nagyon fontosnak tartjuk a helyi gasztronómiai pontok létrehozását, hiszen ez megteremti annak a lehetőséget, hogy helyi termékekből jó minőségű ételt állítsanak elő. Hozzátette, a törvénytervezet a hivatalos közlönyben való megjelenést követően lép hatályba, ami pár héten belül megtörténhet. Helyi gasztronómiai pontokat magánszemélyek és jogi személyek is bejegyezhetnek a megye állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóságán. Magánszemélyek esetében termelői igazolás szükséges, és kötelesek bejelenteni a tevékenységet az adó- és pénzügyi hivatalnál is, mivel az ebből származó bevétel adóköteles jövedelemnek minősül. Már tárgyal az Ószeri Marosvásárhelyi szervezete egy esetleges társulásról a többi politikai párttal, annak érdekében, hogy leváltsák Sós Zoltánt és a jelenlegi városvezetést. Adián Giorgio úszeres parlamenti képviselő azonban hangsúlyozta, az AU-ral nem hajlandóak egyességre lépni.
Mivel 2024 a választások éve, már érezhető, hogy egyes pártok elkezdték a választási kampányt. Ciprián Dobré, Maros megyei liberális elnök már októberben bejelentette, a PNL összefogna bármilyen párttal, még a szélsőségesen nacionalista AU-ral is, annak érdekében, hogy le tudják váltani a jelenlegi marosvásárhelyi magyar városvezetést. Sós Zoltán polgármester leváltását az Uszéri helyi szervezete is szeretné, és már tárgyal is egy esetleges társulásról a többi politikai párttal, de az AUR-hoz nem szeretnék, hogy közük legyen. Szinte minden politikai párttal tárgyalunk, kivéve az AUR-t, és ennek nagyon világos oka van. Az oroszokat, Oroszországot nem támogatjuk. Nem akarjuk elhagyni Európát, és nem akarunk semmiféle együttműködést olyan pártokkal, amelyek ilyen megközelítéseket támogatnak. Ehelyett tárgyalásokat folytatunk, hogy olyan jelölteket találjunk, akik a közösség számára jó intézkedéseket akarnak végrehajtani. Hangsúlyozta, az Uszéré egy nagyon sokszínű párt, nekik nem számít az, hogy egy jelölt milyen nemzetiségű és milyen végzettsége van. Arra fektetik a hangsúlyt, hogy milyen intézkedéseket fog bevezetni, és hogyan fogja vezetni a várost. Ahhoz, hogy támogassanak egy jelöltet, annak egyértelmű és érthető programja és intézkedései kell legyenek. Például a forgalom kivezetése a városból egy ilyen intézkedés a tisztább levegő érdekében. Beperelte a kormányt a Sanitas egészségügyi szakszervezet, 3 évre visszamenőleg kérik az egységes bértörvénybe foglaltak betartását, és ezáltal azt, hogy megkapják az elmúlt 3 év valamennyi bérhátralékát. Pert indított a kormány ellen a Sanitas egészségügyi szakszervezet. Az elmúlt 2 hónapban a Sanitas helyi és megyei vezetői aláírásokat gyűjtöttek, beszéltek ügyvédekkel, és elindították az eljárást. Közel 75 ezer szakszervezeti tag követeli a közalkalmazotti bértörvény teljes körű alkalmazását 3 évre visszamenőleg az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók valamennyi kategóriájába tartozó Sanitas tagok esetében. Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke híradónk megkeresésére elmondta, amióta az egységes bértörvény megjelent, minden évben sürgősségi kormányrendeleteket fogadtak el, amelyekkel halasztották a törvény teljes körű alkalmazását. Most az elmúlt 3 év valamennyi bérhátralékát szeretnék megkapni. Ez azt jelenti, hogy akkor a minimál bér alkalmazása mindenkinek, tehát úgy legyen számítva, akkor a bizonyos bérpótlékok, amik vannak adva, nem arra bérre számolják, arra 2500-ra, egyes helyenként a szociális hálózatban 1870-re a bérpótlékoknak a kiszámítását, hanem a 153-os úgy mondja, hogy a jelenlegi alapfizetés alapján az, ami óriási nagy különbséget jelent. Emellett azt is kérik, hogy utólag megkapják az elmaradt vakációs és étkezési utalványokat. Hozzátette, tisztában vannak vele, hogy ez egy hosszú per lesz, de remélik, hogy 3-4 éven belül megszülethet az ítélet az ügyben. A romániai jogalkotásra jellemző, hogy társadalmi nyomásra vagy szavazatszerzési céllal a parlament jelentős kiadásokat feltételező törvényeket hoz, a forrást azonban nem nevezi meg. Ilyenkor a kormány, amelynek nincsen pénze erre, sürgősségi rendeletekkel oldja meg a jogszabály halasztását. Aszfaltrajz díszíti a kolozsvári egyetemisták kedvenc utcáját, a Hegyvölgy, vagyis a számos lokál miatt ismertebb nevén a Hálinger utcát. A 3D-s graffitit az Oku & Kero alkotópáros készítette az önkormányzat ötletpályázatának nyerteseként. A kolozsvári önkormányzat ötletpályázatot hirdetett, amelynek értelmében a Hegyvölgy utcát díszítették fel a nyertesek. A pályázaton az Oku & Kero alkotópárost hirdették ki győztesnek, akiknek számos munkája visszaköszön már a Kincsesváros utcáin. A páros Kero Zen művész nevet használó tagja díszítette fel egykor a villamosokat, illetve az 5-ös Konstanca utcai fal festmény is az ő eredménye, amely a Nánd testvérvárossal való kapcsolat tiszteletére készült. Ezúttal az egyetemisták tették színesebbé. Kolozsvári egyetemistaként egyszer biztos mindenki megfordult már a Hegyvölgy, ismertebb nevén Hálinger utcán. Mostantól elkápráztató 3D-s, graffitivel készült aszfaltrajz díszíti. A nap minden szakaszában megtekinthető, viszont ne essünk csapdába, nincs feltörve az aszfalt, ez csupán optikai illúzió. Az alkotás azt az illúziót kelti, mintha a feltört aszfalt alatt egy képzeletbeli világ tárulna elénk, amelyben fiatalok repdesnek, viszont szárnyak helyett könyvek reptetik őket a magasba. Az alkotópáros úgy fogalmazott 2023-ban, ez az illusztráció egy ablak a szebb jövő felé, aminek a zöld digitális
normális és rugalmas oktatás az alapja. Általa egy jobb és igazságosabb társadalom épülhet mindenki számára. A városi önkormányzat elmondta, az utcában közösségi és ismeretterjesztő programokat is terveznek. Már nem csak a sátortetős műjégpálya áll Marosvásárhelyen a korcsolyázni vágyók rendelkezésére, megnyitották a várban a szabadtéri jégpályát. A létesítmény nyitó ünnepségén Románia ifjúsági műkorcsolya bajnokai léptek fel. Hivatalosan megnyitották Marosvásárhelyen péntek délben a várban felállított szabadtéri műjégpályát. A nyitó ünnepségen Románia ifjúsági műkorcsolya bajnokai léptek jégre. Luisa Ilié, a 19 éves junior országos ezüstérmes, Ruxandra Rotundu, a 2019-es országos bajnok, Brisztiána Prodia, a jelenlegi országos bajnok, aki számos nemzetközi műkorcsolya versenyen vett részt az ország képviselőjeként, és Téa Bosztán, aki mindössze 5 éve korcsolyázik, és minden eddigi versenyt sikerült megnyernie, mutattak be gyakorlatot. Remélem, hogy az emberek jól érzik majd magukat itt, és kedvük lesz elkezdeni korcsolyázni ugyanolyan szenvedéllyel, mint mi. A marosvásárhelyi fiatalok is örülnek, hogy újra megnyitott a pálya. Szerintük szükséges is, mert Marosvásárhely olyan város, ahol nagy az érdeklődés a korcsolyázás iránt. Hát szerintem azért jó, mert közel van a városhoz, a főtérhez, meg mindenhez, és akkor az emberek fognak jönni majd korcsolyázni. Hát feltétlenül jó, hogy ne legyen túl nagy tumultus más korcsolyapályáknál, mert hát elég sokan vagyunk Marosvásárhelyen, és jó, hogy van egy plusz korcsolyapálya. A várbeli műjégpálya naponta 9 óra 30 perc és 21 óra között várja a gyerekeket és a felnőtteket 6 idősávban. Mintegy 300 korcsolya bérelhető, a kezdőknek jégpingvin vagy delfin segédeszköz is elérhető, a nagyon kicsiknek pedig különleges, korcsolyázásra tervezett kellékek is kaphatók, amelyek a gyerekek lábbelijére húzhatók, így számukra is biztonságban fedezhető fel ez a téli sportág. A pálya előreláthatóan februárig fog működni, de ez az időjárási feltételektől és az érdeklődéstől is függ majd. Új edző, új kezdet, sporttal folytatjuk. Bent Stork, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK új vezetőedzője ismertette elképzeléseit arról, hogy miként tud kilábalni a csapat a hullámvölgyből. Mindent meg fognak tenni, hogy a pár hónappal ezelőtti játékot láthassuk ismét a mérkőzések során, hangsúlyozta az edző. Csütörtökön vette át a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK irányítását a német Bernd Stork, aki aznap este már le is vezette az első edzést. Diószegi László klubtulajdonos szerint nem is hittek abban, hogy egy ilyen hírnével rendelkező edzőt sikerül leszerződtetniük. Bernd Stork szerint nehéz helyzetben van a csapat, de közös erővel és közös munkával sikerülni fog, hogy egy újra sikeres csapatot láthassunk. Arra az újságírói kérdésre, hogy olyan keménykező edzője, amilyen a hírneve, azt mondta, nem barátja a játékosoknak, de tiszteli őket, mint ahogy a játékosoknak is tiszteli. Azért vagyok itt, hogy jobbá tegyem a játékosokat, azért vagyok itt, hogy jobbá tegyem ezt a klubot, és ez mindannyiunk számára nagy cél, tudniuk kell, hogy miért vagyok itt. A klubnak nagy célja van, nekem is nagy célom van, és ezt együtt kell elérnünk. Én megadom nekik az utat, nekik pedig követniük kell az utat, ha nem követik az utat, akkor baj van. Az edző szerint nem elérhetetlen a kitűzött cél, hogy az első hatba jussanak, ennek érdekében a keménység és következetesség elegyét ígérheti. Annak kapcsán, hogy milyen változások szükségesek a keretben a téli szünetben, elmondta, előbb alaposan meg kell ismernie a játékosokat, így erről korai beszélni. Bernd Stork az első alkalommal hétfőn este a Dinamo elleni mérkőzésen irányíthatja a csapatot a kispadról. Szinkronúszó torpikupát szerveztek a Marosvásárhelyi olimpiai úszodában. A bírók nem csak a kötelező elemeket, hanem a művészi összhatást is értékelték a versenyszámok során. Idén 5. alkalommal szervezték meg a szinkronúszó torpikupát a Marosvásárhelyi olimpiai úszodában. A verseny során az úszók több versenyszámban bizonyíthatták rátermettségüket. Hegedűs Krisztina, a torpi edzője elmondta, hogy mi az, aminek alapján a pontozó bírók értékelik a teljesítményt. A bírók azok tudják, hogy milyen elemeket kell tartalmazzon a kürjük, azokat fel kell ismerjék, kell pontozzák,
és a végén a művészi részt is kell értékeljék, és ebből lesz egy jegy. Az eredményességhez a sportolóknak biztos úszótudással és jó ritmusérzékkel kell rendelkezniük. A mozgás során nem csak a zenével kell összhangban lenniük, hanem a csapattársakkal is. A versenyre való felkészülés pedig komoly edzéstervet igényel. Először is szárazon beszoktam gyakorolni a koreográfiákat, az elemeket összeállítani. Utána pedig vízben elkezdem az elemeket egyenként gyakorolni. Az olimpiai sporták szinkronúszása romániai meghonosításában úttörő szerepet vállaló Marosvásárhelyi Torpi Klub csapata 12 arany, 5 ezüst és 2 bronzérmet nyert a versenyen a különböző korosztályokban és versenyszámokban. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.